Minden szentek és halottak napja közeletével egyre többen keresik fel a virágüzleteket, árusokat. Elhunyt szeretteikre, barátaikra ezúttal is a klasszikus növényekkel emlékeznek a pécsiek. Általában a krizantint és hát olyasmit, ilyen kerekkő, talán mit ezek, csak nem művirággal, hanem élővel. Akkor virág is és koszorú is? Hát ez olyan koszorús írcsokor és virág, inkább úgy mondanám, de lehetőleg élő virágból. Krizantint inkább, meg az árvácskát. Minden évben ezt, és mind szálas virág, vagy koszorú esetleg? Koszorút nem. Gyökeres árvácskát, meg ilyen cserepes krizantint. És mécsest esetleg szokott vásárolni? Igen. Ilyen üveges. Sokan az élő virágot választják, de népszerű a sírcsokor is. A hagyományos fajták és megjelenés mellett már a modernebb stílusú koszorúkból is lehet választani. Ennél a standnál például újdonságokat is találhatnak a vásárlók. A művirágok terén az inkább minőségibb, nem ez a sejem virágvonalat képviseljük, hanem inkább a minőségibb ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmaz, tehát ilyen gumis termékeket vásárol, ami inkább az élethűbb kategóriát tükrözi, mint a nagyon műsejen virágot. Bár többen már most megvették a virágokat, koszorúkat, a legnagyobb rohamra minden szentek és halottak napján számítanak a virágárusok. Ilyenkor a mécsesekből is több fogy, mint egyébként, ugyanis a nagyobb áruházláncok zárva tartanak.